Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakál Metal autóalkatrész. Botrány, de konkrétan figyelj, pályanapokra járok. Elég jó, viszonylag jó időket megyek Kakuccson, Euroringen. De most, amit most csináltál, így lepergetett az életem. Pedig nyílegyenesen mentem, és nem az volt, hogy elsüllyesztettem a pedált a szőnyegben, hanem finoman nyomtam le és kigyorsítottam, mint ahogy egy kanyar kijáraton tenni. Legutóbb nagyon szerettétek azt a videót, amit Nyíregyházi Gyurinál forgattam. Ugye ő építette azt az elképesztően igényes Mazda MX-5 alapú versenyautót, tudjátok, turbomotor, teljes csövezés, hamarosan érkezik a szekiváltó, belinkeltem ide alulra a videót, nézzétek meg. És azt mondtam neki, hogy ha jön hozzá valami szép vagy érdekes, akkor mindenképpen szóljon és mutassa meg. És most érkezett hozzá egy autó, amin most még van rendszám, de eljutott egy olyan szintre, hogy a tulajdonos ennek is úgy döntött, hogy egyszerűen már nincs értelme utcán járni vele, mert annyira komoly szinten megépült nyilvánvalóan Mazda MX-5, és innentől akkor át is adnám a szót. Mit látunk a képen, Gyuri? Sziasztok! Nem azon a képen, mert letiltja a YouTube. Na várj, ezt inkább takarjuk le. Na, csoda, hogy nem tiltotta le a múltkor. Igen? Jó. Oké. Ha jól tudom, 2003-as, 2004-es sportív MX-5, ez az utolsó évekből az MBF felátható a lámpáin, bár ez már nem az eredeti lámpája, ez már kicsit át van alakítva. És ugye azért sportív, mert hogy kapott egy kazal merevítőt. Rengeteg merevítő van az aljában, plusz sőt, nagyobb fék elől 1.8 VVT, nem tudom pontosan, hogy 5 sebességes, nem látom rajta, nem tudom, 5, de speres, és hát akkor kapható legnagyobb felszereltség, kivéve a klíma természetesen, mert az csak az enyémben van. Így van, mert német, ez is német autó, úgy tudom, és a németek úgy voltak vele, hogy nem kell bele klíma, mert ott a nyitott tető. Bár aki tudja, hogy van MX-5-je, és a kabrióban a klíma az egyik legfontosabb extra. Igen. Jó, alapvetően ez... legyen valami rendszer, induljunk kívülről, amit látunk. Van bukócső. Ez ugye egy MX-5-nél fontos, mert ennek a generációnak még összeomlik a szélvédőkeret. Így van, rengeteg videó van arról, hogy tetőre rakják az MX-5-et, és konkrétan megszűnik az utastér, és abból nem szállnak ki élve. Így van. És akármilyen alacsony a súlypontja, tetőre lehet rakni ezt az autót. Persze, megcsúszik, leakad, átpördül. Aztán van még egy pár ülésünk, ami hát az MX-5 az ugye az angol roadster továbbélése. Így van. Ez pedig itt az angol roadster maga, ez egy Lotus. Ez egy Lotus Elise-nek az Lotus ülés. Lotus Elise ülés, nagyon szépen, a tulaj az elég igényes. Elég szépen alkantara bőr, meg sima bőrrel, szépen piros varrással megcsinálta, és nagyon szép az ülés, de az egyik legkényelmetlenebb ülés, amiben valaha ültem, szerintem használhatatlan pályán, azon kívül, hogy elképesztően drága, jó, most 300 000 forintnál indul egy darab, igen, de azon kívül, hogy szép, meg drága, sok minden nem tud számomra. Mondjuk nekem szélesebb a vállam, én testesebb vagyok, de igazából a legnagyobb bajom van az vele, hogy nagyon magasan ülsz. Igen. És ez is alacsonyabb, mint a gyári engedélyezett ülés. Tehát ez is már alacsonyabbra van véve, de még így is jár. Aztán van benne egy IRP short shifter, az előbb kipróbáltad, hogy elég rövid úton vált. És sokan kérdezik azt, hogy beteszed a short shiftert, hogy rövid úton járjon a váltó, majd meghosszabbítod a váltókart, amitől megint hosszú úton fog járni. De teljesen logikus. Igen. Mert hogy nem kell nagyot elnyúlni a kormánytól. Így van, de a short shifter igazából, egyébként az MX-nek nagyon jó a gyári váltója. Konkrétan úgy néz ki, hogy megy le a váltókkal, és konkrétan belemegy a váltóba. Tehát ennél jobb nincsenek ilyen Faudi fejek, nincsenek ilyen összekötők, nincs az a Icarus busznál, hogy így vált a buszvezető, mert mögöttem 60 méterrel a váltó, de azért mindig lehet jobbat csinálni egy picit, és ez igazából annyit csinálnak, hogy egy vastagabb a kis golyó benne, és akkor sokkal jobban. Ha jól tudom, a váltóolaj cserénél feltöltik a váltótolajjal, aztán leveszik a kulisszának a tetejét, és oda is töltenek egy deci olajat, és a hatosnál igen. Fém a fémen fut olajban. Igen, a hatosnál igen, az ötösnél nem kell felül feltölteni. Kicsit másabb. Az ötösnél úgy van, hogy ott hát igazából ott ilyen fehér zsírt szoktak rárakni, ilyen fújható. És akkor ez volt az utastér, hát vannak benne kiegészítő műszerek, ha jól tudom, van benne... Jézusom, világít, mint pixkop. Így van benne, hát ez nem tudom, igen, vízhőfok, olajhőfok, AFR, szépen, mint igazi verseny, racse itt az áoszlopba. Amúgy sem látsz tőle semmit, de így még kevesebbet. Így van, és akkor igen, van benne. Korábban egyébként az érdekesebb az autóban, hogy korábban kompresszoros volt. Uh-huh.
MP62-es kompresszor volt rajta, és kovácsolt a motorja, csak az alja. Tehát azt jelenti, hogy a dugók gyárjak. Utcaautónak indult, és utcai autóban kovácsolt dugó nem a legjobb. Miért? Mert nem lehet olyan hézagokat beállítani, és azért még benne kolompol egy kicsit. Versenyautóban nagyon jó, de tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy kovácsolt dugót utcai autóban ne rakjon. Így is egy bárig el tudsz menni kovácsolt alsóval, és azért egy ilyen súlyú autónál, például ez 300 Nm fölött tudott ez az autó kompresszorral. Na most lehet feljebb menni, de azért túl is kéne élni. És ha már a túlélés, itt látható még egy set Wilwood fék, ez egy négy dugattyús fék, ez ilyenkor szükség van valamiféle konzolra, vagy pedig felmegy a gyári helyre? Ez úgy néz ki, hogy az MX-5-nek olyan aftermarket piaca van, hogy ez már van Big Bay kit, ez adnak kiegészítőt, tehát ez egy konzolt, amire fel tud rakni a nyerget, és ebben az a jó, hogy annyira verseny ez az a cucc, hogy leveszed a kereket, kihúzod két csapszeget, és kijön a betét, és visszarakod, nem kell levenni a nyerget. Ez zseniális, mint egy bicikli. Hát valószínűleg, igen. Bár én a fékhűtésben jobban hiszek, mint a nagyfékben. Nekem is, nekem a sportív fék van a versenyautón, de hát most már lehet mérve az autó 950 kg teljes menetfeszülésbe. És nagyon jó lett a versenyautónak a crossbalansza. Kb. 1 kg van a bal első jobb hátsó és a jobb első bal hátsó között. Ami... Erre majd kitérünk egy külön videóban. Így van, jó, oké. És igazából én azt oldottam meg, hogy egy ilyen gégecsövön előről hideg levegőt engedek a... Ez viszonylag bejáratott megoldás, ilyet még bizonyos pályákon ilyen LMP autókra is föltesznek. Hát igazából a legfontosabb az, hogy ilyen szett most már 500 000 forint, és ha jó a súly az autónak, jó betétet raksz bele, akkor a gyári sportív, még erős autónál is azt mondom, ha hűtve van a fék, mert a legjobb problémáik ezeknek, hogy elmelegszik, megoldható szépen. Az alját nézzük meg először, vagy a motorteret? Nézzük meg az alját, mert a futómű meg a stabilizátor is érdekes. Beszéltük, hogy merevítő hátán, ezek a sportmerevítések. Van itt egy keresztbe, a bölcső alatt van itt egy sportív merevítő, ebben van egy kis olajfelfogó párna, ami kell is, mert ezért szereti a szimmeringeken engedni az olajat a motor, és meg a váltó. Itt van egy másik kereszt, extra merevítő, hátul van még egy létra, az elképesztő sok súly, és hátul jól látom, igen, és ebben nincsen hátsó stabilizátor. De figyelj, nekem volt merevítő nélküli, meg merevítő sem X5-öm is, és igazából én azt gondolom, hogy azért nagyon érezni a lobogását a kasznak, mert hogy ez még mindig nem arról beszélünk, hogy egy ilyen Koenigsegg karbon teknőben ülök, viszont lényegesen merevebb, mint a merevítő nélküli. Persze, persze, az amikor súlycsökkentés történik egy MX-5-nél, én nekem azt mondom, hogy a merevítőkön ne kezdje, ne spóroljon. Igen. Mert hogy az rengeteget számít. Tehát most vegyük azt, hogy ül az egész bölcsén az autó, és akkor szépen így ilyen Y-ba áll a merevítő vége. Most ezt a leveszed, minden egyes döccenőnél a bölcső feszül. Arról nem beszélve, hogy a futómű akkor tud jó meg pontos lenni, hogyha van egy merev bódéd, akkor tudod pontosan beállítani, akkor tudod pontosan irányítani az autót, tehát nem szabad elhagyni. Így van, és ami még érdekesebb az autóban, hogy amikor a tulaj építették, akkor darabok lett szedve, amikor megvette, első szerelem, az lett a vége, hogy megvette, és hazament, elkezdte átnézni, és kiderült, hogy rohadt az egész autó, meg egy kupasz csavar. Milyen meglepő. Úgyhogy nagy levegőt vett, és elvitte egy szakihoz, és darabokra szedte az autót, és telibe lett fényezve, láthatóan ki lett lakatolva, hát gyönyörűen almázvédőző. Ez egy új alvezvédelem. Igen, ez egy új alvezvédelem, teljesen szépen ki lett lakatolva, és látható kívül, hogy ez nem a gyári színe, ez egy ilyen grafitszőke, vagy gunmetal, vagy nem tudom milyen. Szépen gyönyörűen. Porsche. Semmi. Ez egy Porsche árnyalat. Így van, semmi rozsda, és ez már csak alapvetően az alkat, már csak az állapota miatt is érdemes megtartani, de igazából ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért nem adja el, és miért nem épít egy hulladékból versenyautót, mert mindenki tudja, hogy csak is jó állapotú autóból szabad versenyautót építeni, mert onnantól minden már csak bénázás. De ez is egy picit tragédiája a rendszernek, amiről beszélgetni szoktunk, hogy itt van egy autó, amit az átépítés előtt csavarra szedtek és gyári állapotba hoztak, és ez sem fog soha rendszámot kapni. Hát most rendszámos az autó, most még augusztusban van egy vizsgája, és akkor mondta a tulaj, hogy ha nem sikerül a vizsga, valami oknál fog, tök mindegy,
akkor egy levegőt vesz. Igazából az a helyzet, hogy rájött arra, hogy legutóbb, amikor ment a versenypályára, otthonról, hogy mire lejött a versenypályára, megőrült az autótól. Túl kemény, túl erős, túl feleslegesen erős, túlságosan. És számot vetett abba, hogy akkor ül be az autóban, amikor versenypályára megy, akkor már nem mindegy, hogy lehúzza a tréleren, és nincsen semmi problémája. Ez egy örök filozófiai hitvita, hogy az ember mindig elhatározza magában, hogy meg tud állni az építésben egy olyan szinten, hogy marad egy használható autója, vagy pedig túltolja, és el fog jutni előbb-utóbb ide, hogy egy tréler elviszi magában. Igen, egyébként azért el kell, volt most legutóbb ez a nagyon híres Bűnöző vagyok Magyarországon című megosztás sorozat, amitől egy-kétszer fogtam fel. Az, hogy aláraksz egy IR felnit, meg homosít a kiegészítőket, meg elvágod a rugót, az nem építés. Azokat én azt mondom, nem leszek szerintem népszerű, de azokat tényleg vágják is ki. A felniért nem, de amikor már otthon összehebrákolok valamit, leültetem közben, életveszélyes a geometria, az tényleg nem jó. De egy ilyen építés, amikor van benne egy 600.000 forint értékű futómű, egy normális stabilizátor. Félmilliós fék. Félmilliós fék, ami tényleg konkrétan órál az autó. És ebből pont nem folyik semmi, hiába itt ez az izé, nem folyik belőle az olaj. Ez alánéz bármilyen KPM-es arc, és így csak pislog az, hogy egy 20 plusz éves autó így néz ki. Igen. És igen, na és akkor maradjunk itt, mert igen, az történt, hogy úgy gondolta, hogy eladja az autót, mert a legutóbbi Euroringes pályánapon felhívott telefonon, én már nem voltam a pályán, hogy van egy kis probléma, hogy az MP62-es kompresszor csapágya beállt, és letépte a szíjat, eldarálta a szíjat, és azt hitte, hogy valami történt a motor, szerencsére csak a kompresszor lett öngyilkos. És az a baj, az ilyen régi kompresszorokkal, mert nagyon sokan szeretik a kompresszorosítást. Az MP62 az nem a Mini Cooperé, hanem annál már egyen nagyobb. Sokkal a Mini Cooperé az M45. Igen, sokkal nagyobb. Az a baj vele, hogy egyébként rohadt nehéz. Ezen az autó már egyszer hengerfejet kellett cserélni, mert letörte a súlyától a hengerfej. Kitépte a csavarokat. Letört a... Ilyen van? Hát a rezgéstől meg alá kell támasztani minden, pedig nagyon profi támaszték volt. A tulaj is beleegyezett, hogy valószínűleg összeverési hiba volt, de mindegy, ez előfordul. Nem történt semmi, mert pályán történt, tehát igazából. És az történt, hogy felhívott telefonon, hogy mi legyen, és akkor mondta neki, figyelj, hát vedd le a kompresszor szíjat, az gyere le a pályára, azt megnézzük. És akkor igazából megnéztük, és akkor mondta, jó, elege lett. Már igazából várt már egy ilyen égi jelet, hogy el kéne adni ezt az autót, és meghirdette. És akkor látta a videót az enyémről, és felhívott telefonon, hogy mi lenne, hogyha a kompresszort kidobnánk, és akkor lenne benne egy turbo. És mondta neki, hogy figyelj, az úgy volt, hogy eladó az autó, és mondta, hogy hát igazából szereti, mert akárszor megy vele, mindig kijön. És mindig is turbót akar, de amikor csinálta, akkor még nem értett hozzá, és akkor kompresszoros lett, meg viszonylag jó tudott venni egy kompresszoros. Mondtam, hogy jó, figyelj, körbejárom, hogy honnan lehetne olcsón alkatrészt szerezni, mármint, hogy és felhívtam azt a céget, aki nekem a komplet szettet intézte, és mivel több millió forintot osztottam nála, egy olyan dealt kaptam, hogy amikor felhívtam a haverját, hogy figyelj, van egy ilyen dealünk a turbo szette, egy gondolkodás nélkül mondta, hogy akkor mikor kell fizetni. És akkor mondom, hogy mi tartozik a szettbe, azért vagyunk még a kocsi alatt. Na, úgy néz ki, ez egy komplet rozsdamentes kipfogórendszer, háromcolos, ez az egész elképesztően könnyű. Tehát, hogy a szettbe a gyártó MX-5 specifikusan NA, MB, MBFL, 1.6, 1.8, azt is megkérdezi, hogy a sportívmerevítők itt vannak, látod, nézd meg? Tehát végig ki van kerülve ott is. Hátul. Úgy gyártják le a kipufogó rendszert neked, hogy kikerülje a merevítők? Így van, ahogy kell. Azt a... És, olcsónak hangzik. És majd mondok árakat is, hogy mindenki tudja, hogy megfogja a fejét. És profi kipfogórendszer, minden V-bendes, láthatóan, tehát nem kell tömítést, bármikor szétszeded, újra összerakod, soha többet nem kell tömítést használni. Nézd meg, milyen szépek a hegesztések, nem tudom, hogy mennyire látszik így a... Gyönyörűek. Hát a kamera látja. Igen, és Simons dobokkal, van középdob is. Külön kértem a gyártót, hogy ne legyen hangos, mert attól még, hogy pályaautó, még ne legyen hangos. És akkor én már ezt így bevandázsoltam a sásznak, mert itt ül, és azért itt azért még van hő. Igen. És itt ül, hogy innentől már nem probléma, mert itt van egy normális hővédője, és akkor idáig bebandázsoltam neki, és fentről meg mindjárt mutatom, hogy hogyan jön a további turbó. De ha már itt vagyunk lent, és már nem akarunk többször lejönni, akkor mutatom, hogy mit kért még a srác,
hogy kapott egy olajhűtőt, és mint látható, itt van egy elég durva Racing Beat stabilizátor. Azt mondom, de játszótéri korlát, tudod. Ez nagyon durva, és az a helyzet, hogy ez a set, a turbo set, ez elvileg PNP, tehát a plug and play. Igen, nem, gyári stabilizátorokkal, gyári hűtővel, gyári mindennel. Na most abban ebbe... az esetben plug and play, ha gyári az autó. Így van, és ez nem semmi nem gyári. Úgyhogy amikor elkezdtem összerakni az autót, akkor jött a matekolás, és mondta, hogy a stabilizátort semmilyen szinten nem akarnák kidobni. Mondtam, hogy semmi baj, de van, hogy egy ilyen merevítő, ha megnézed. Egy extra merevítő a stabilizátorra. Mert igazából itt úgy néz ki, ha megnézed, hogy ezen a vékony lemezen van a... Vékony lemezen, nem tudom, mennyire látszik. Vékony lemezen van a nyúlványon a stabilizátor tartó, és most felraksz egy ilyen strandkorlátot, amivel meg tudsz emelni egy 40 tonnás teherautót, akkor az elkezd kanyarba feszülni, akkor inkább hamarabb letépi ezt a lemezt. Ezért kap egy merevítőt. Egy extra merevítőt. Tehát nem a stabrút kapja a merevítőt, hanem a konzol, amire rögzíted. A konzol merevítőt kap, igen. És korábban és az volt, hogy amikor elkészült tehát a intercoolerezés, korábban is volt olajhűtő, de ott volt ott elől, a ülökhájtóba, de az új cooler miatt nem fért be. Úgyhogy azt ajánlottam neki, hogy mi lenne, hogy ide előre rakjuk. Ez Németországban... Ez veszélyesen alacsonyan amúgy? Nem, mert ha belenézel... Ezért, hogyha megtalálsz fel egy rázókövet, ez nem veri oda? Nem, mert most így direkt vettem le, mert itt van a takarója. Igen, azt akartam mondani, hogy itt van az alsó takaró, azért állnak ki azok a csavarok ott így félig betekerve, tehát ez nem az igénytelenség. Ezt a videó miatt ez vettem le. Igen. Ez a videó miatt vettem le, az alapvetően az egész végig takarja le. Ez annak a rögzítő fleké, de így van. Fel. És egyébként azért is, ez Németországban elterjedt egyébként ez a megoldás, ide rakják. Ez úgy néz ki, hogy a kormány műnek a konzol csavarjaira raknak ide, ilyen, csinálnak egy konzolt, és akkor arra van a olajhűtő, és ahogy mutattuk, hogy ott szendvicspét, meg ilyesmi, és szépen itt megy el, így megy el, és ott, ha belenézel, itt megy végig, és ott megy be a olaj. Ugye, itt már egy egy nagyobb sandwich plate-et alkalmazol. Így van. Amiatt, hogy ugye nem csak a kiegészítő műszerek szenzorai vannak benne. Az olajhűtőnek is megy. Hanem az olajhűtőnek is ott vannak a csatlakozói. Így van. Ennyire szép ez a 0 km-es olajhűtőben. Igen, egyébként az a lényeg, az érdekes még benne, hogy ez az én autómban, versenyautómban abban nincsen termosztát az olajhűtőre. Tehát azt jelenti, hogy... Permanensen megy. Igen. Mert hogy folyton üzemmelegen megy az autó. Na, itt ugyanis ki, hogy igazából itt se kellene, mert ez is pályautó lesz, de még azért úgy volt, hogy a szendvics, azért ha jól tudom, ilyen 80, nem tudom, 90 foknál nyit, és akkor szépen onnantól kezdődik a segíti a bemelegedést. Így van. Aztán igen, állítható stabpálcák. Bocsánat, várj, ezt megpróbálom minden megmutatni. Igen, így be lehet állítani a feszítést, hogy mennyire legyen feszít. Bár egyébként nekem az az elméletem is olvasatom szerint, meg most is én most upgrade-eltem a futóművet, frissítettem a futóművet a versenyúton, és az az információt kaptam, hogy igazából egy jó futóműnek nem kell erős stabilizátor, hogy egy jári stabilizátor vannak, is bemenni. Vannak olyan sportautók, amikor egész egyszerűen kihagyják. Például igen. A McLaren F1-ben tudomásom szerint nem volt stabrúd. Igen. Viszont jó, mondjuk az egy kicsit más. De és hogyha ide jössz, akkor erre az oldalra, akkor láthatóan úgy néz ki, ez egy vízolajú hűtési turbó, az úgy néz ki, hogy a visszafolyót azt a teknőbe ide engedjük bele. És ezt mindjárt mutatom, hogy csináltam meg. Ez normális esetben úgy kéne, hogy kiveszed a motort, leveszed a teknőt, kifurod, kimosod, visszarakod a teknőt, visszarakod hogy a motort. Hogy a fémspén, ami a fúrásnál bekerül, az ne tegyen kárt semmiben. Így van. Kicsit overkill a meló, de ez a legtisztább. És akkor megnézed, hogy itt van forgatva a turbo, hogy lefelé néz az outletje, és akkor itt jön az intercooler, így megy így végig mellett, egy végig... És fut fel a lökhárítóba. Fel a lökhárítóba van egy jó nagy, itt benézel innen, akkor pont látszik, erre az oldalról. Innen is látszik. Igen. És ott meg megy vissza, és megy itt fel, és ott megy lefújó, és megy be a szívósorba. Annyi volt még érdekes, hogy amikor elkezdtem összerakni, kiderült, hogy ez át lehet alakítva a komplet szívósor, szervó csövezésnek a kábel, a csövezése, a olajcsövezése, hogy beférjen a kompresszor. Úgyhogy azt is újra kellett csinálnom, szerencsére nekem volt egy komplet csövezésem, úgyhogy ott tartottam, hogy ó, PMP, bedobom 3 nap alatt, és az lett a vége, hogy konkrétan a fél autó elejét újra kellett építeni. És még egy érdekesség, ha belenézel ide, innen, hogyha megnézed a szíjtárcsát, egy eladó tárcsát, hogy úgy néz kint egy sündisznó, igen. Erről beszélek. Na, igen. Mindjárt mutatok egy bicikli gyári... Lánckerék. Mindjárt mutatok egy gyári szíjtárcsát, hogy mi a különbség a kettő között, és miért használjuk ezt, azt mindjárt elmondom.
sajnos nem tudok úgy eljönni Gyurihoz, hogy az autó majd ne legyen valami. És amikor ideértem, olyan flexagon volt, mint egy lakatos üzemnek, és feketére volt égve a hátsó féktárcsám. És az autó ugye végig állta a telet, de mondjuk két hetente, amikor nem volt só, meg nem volt nedvesség, akkor átmozgattam, mentem bele egy 5-6 kilométert, megtankoltam 100-as benzinnel, tehát úgy tettem le, ahogy egy autót leillik tenni. Na de, ez most egy kicsit így nyomaszt, és nem szeretnék hazafele beszopódni, úgyhogy megkértem Gyurit, hogy nézzünk már rá. Mi a diagnózis? Hát az a baj, hogy lehűlt a fék, és elengedett, úgyhogy arra tippelek, hogy a MX-nek a hátsó fék, ez a kézifék, az nem automata beállítós, hanem utána kell neked itt el, van itt egy ilyen hernyócsavar, és itt tudsz rajta állítani, most például szoros. Uh-huh. És arra tippem, most mi van engedve a kézifék, hogy vagy szorul a kézifék köteled, mert megnézed, azért eléggé viseltes a itt a rendszer. Igen, ez megér egy felújítást, ami idén meg is fog történni. Felraktuk a takarót, aztán mindjárt. Az a baj, hogy eljöttem abba a korba, hogy utálok kézzel csinálni mindent. Úgyhogy támogatta a Parkside. Szerintem nincs olyan garázs Magyarországon, amit nem támogat a Parkside. Alul van az e-mail cím, a Lidl marketingesei odaírhatnak. Így van. Szeretjük a Parkside-t. Az a vicces, hogy ez egy 9000 forintos cucc. Mennyi? Ez egy 9000 forintos cucc. Ez. Uh-huh. 90? 9000. Azta! Ez egy 9000 forintos cucc. És tényleg, egy Milwaukee 70-ért kurva jó. De amikor vettem le a váltót, és megszólt a csavar, és a gép oda csapta a kezemet a váltóházhoz, és kijöttem prózában beszélni. Kijöttél üvölteni? Üvölteni. Akkor úgy gondoltam, hogy amire én használom, arra tökéletes. Mert mindenki azt mondja, hogy mekkora nyomatéka van. Hát oké, de egy kézzel fogod, elérhető helyen, és amikor megszorul a csavar. Most, hogyha nem tudom... Mindegy, hogy a Milwaukee törje el az ujjadat, vagy a Parkside. Vagy ez, igen. Tehát azért na, és csak és akkor majd szépen ide megy vissza a cucc. Jó, erre majd... Ez itt egy szélterelő konzol. Ez a szélterelő konzol azért került be, hogy amikor autópályán megyek, akkor a szél ne bubogtassa ezt a szélterelőt. A szélterelő az nagyon fontos a kabrióba. És az igazsághoz nyilván hozzátartozik, hogy ez egy masszív szélterelő konzol, tehát hogyha az autó esetleg felborul, akkor megtartja, de ez egy szélterelő konzol. Mint hogy mondtam múltkor, eldobsz egy követ, és autóépítő ablakám kerül be. És itt van nem messze Szada és Magyaród között egy fémipari feldolgozó cég, és nagyon sokszor az, hogy bemegyek, hello, van felesleges acélemezetek? Mondták, hogy van. Milyen kell? Mondom, kéne egyes, másfeles acél, vagy alumínium. És bemehetek venni egy komplett táblát, amit teherautóhoz ki nekem, és nem tudom hova rakni. És akkor bemenni, és ők úgy működik az a cég, hogy adnak számlával hulladékanyagot el. Tehát ez nem hulladékanyag, felhasználható acélanyag. És akkor ezek ezt a lemezt is, hogy bementem, leszámlázták, lemérték, méret pontosan, és mondtam, kiválasztom, ez kell, másfeles, egyes, minden, és csomó konzolt gyártottam már belőle, minőségi acél. És ez is úgy van, hogy nem hagyom el Magyaródot 8 kilométerre távolabb. Itt van közel tömítésgyártó, szinterező, porfestő, tehát az ugyanaz, portisztító, tehát a homokszóró, szódaszóró, gyöngyszóró, Egy versenypálya kéne, nem? Igen, sajnos, versenypálya kéne, ahol beengednek. Ez itt biztos nem fog megmozdulni. És akkor ezzel az autóval mi a sztori folytatása? Hát, ha minden igaz, a héten kapunk pad időpontot, és akkor elmegyünk oda padra, megcsináljuk a kis és nagy programot, aztán a tulaj készül a idei tájmatakra. És hogyha elkészül a program, akkor onnantól kezdve az autó késznek mondható, vagy majd az első pályanap után derül ki az, hogy mi az, amit még simogatni kéne rajta, és akkor vissza a padra? Hát a padon legalább egy tank benzin el fog tolni, olyan 60-70 pool középtartomány. Ha ott nem jön ki
semmi, akkor nem kéne a utcán se. Most a versenypályán se. A versenypályán olyan dolgok jöhetnek ki, hogy rászkodástól lemozog valami, de azért tehát az... mechanikai természetű dolgok. Így van, aha. Azt mondanám, hogy, hogy nem lesz semmi gond. Na, és itt nézzük a turbó. És akkor visszatérve az, hogy mit árul a cég kompletten. Árulja a cég kompletten a leömlőt, amire rámegy a turbó. Tehát ez a gyönyörű öntött vas. Kraken? Kraken, igen. Kraken. Ez a lengyel gyártó? Nem, bulgár. Bulgár. De ez egy ilyen kis manufaktúra, jól tudom, és nagyon jó az utánkövetésük. Tehát, hogyha te küldesz nekik fotót, hogy megrepett, akkor ők készségesen garanciát. Örök garanciát adnak a rendszerükre, ami azt jelenti, hogy bármilyen hiba van, gondolkodás nélkül küldenek egy újat. Uh-huh. Tehát Bulgária... Ez már szerintem legalább a tizedik ilyen, ami átmegy a kezeden szerintem. Igen, egyszer volt olyan eset, hogy repett volt a leömlő, egy ismerősöm vett egy turbós MX-öt, és mondta, hogy nézzük már át, és levettem a hővédőt, és kiderült, hogy ott kifúj, repett volt a leömlő. Írtam Nennynek, ez a Krakennek a... vevőszolgálatosa. Ő az egyetlen ember, szerintem akivel beszél, és mondta, ó, nagyon sajnálja, elnézés van. Elvileg egy bontott leömlő volt, egy harmadik autóról jött, és azt mi egy autón vettük meg. Tehát azt jelenti, mondhatta volna azt, hogy nem szakember építette be, és kérdeztem, hogy küldjem vissza a régit, azt mondja, nem dobjam ki, vagy rakjam le a vastelepen, küld egy másikat, és elnézést kér. És látszott rajtam, amikor levettem, hogy valószínűleg elejtették. De 10-ből 8 ilyen átépítésnél a Krakennek az utcait használják, ha jól tudom, és ők, amit szolgáltatnak, az a leömlő és a downpipe, tehát a turbo mögötti cső, ami lebukik a kifogó. Így néz ki, hogy ezt is öntött ők csinálják, hogy ez egy ilyen, az a elbónak nevezi, mert a turbo az 5 csavaros, tipikus GT25-ös külső. Egyébként van ebből már olyan, hogy V-bendes a outletje, és csak arra kell. Ez egyébként azért jó, mert itt is V-bend, meg itt is, hogy tudsz kicsit játszani, forgatod, és akkor kicsit másképp megy a hajlás, és akkor innen szépen megy le. És az ott már a gyári kipufogórendszer. Pontosabban a gyári kipufogórendszer geometriát követő kipufogó. Így van, lehet olyat is tőle rendelni, hogy a downpipe-ig a gyári, és onnantól már az a trapéz végében. A hagyományos MX-öt. Így van. Mert hogy, de igen. És akkor az volt, hogy és akkor a turbót is adta hozzá. Ez a turbo itthon másfélszer annyiba kerül, mint amennyit ő adta, eredeti ez is. Nem tudom, hogy oldja ezt meg, vagy hogy hol szerzi, de elvileg mindenről van igazolása. Nem tudom, valahogy ügyfélközpont, nem meggazdagodásra megy. Én szerintem nem ebből él, már beszéltük így a haverokkal, hogy szerintem ez neki valami hobbi, van valami más projekt, amiből tök jól él, mert ezzel az ügyfél supporttal szerintem csak csődbe lehet menni, de ez nekünk jó. És az utóbbi időben... De még nem menj csődbe. Nem vettem tőle listáron semmit, mert most írtam neki, hogy légy szíves, szeretnék egy ilyen leömlőt, egy ilyen turbót, egy végig rendszert, az összes csövezést, tehát ő adja hozzá ezeket a csöveket, a bekötés, mindjárt mutatom, hogy épül össze, a vízcsövezést, a minőségi csatlakozókat, AM fittinget, ami alatt rohadt drága, azt is minőségileg, és akkor ezt így hát jó tudom, 2000 euróját adta. 2000 euró. Tehát a Plug and Play Turbo Set ehhez az autóhoz 2000 euró. Jó, ezt hozzá kell tenni, hogy nekem. Neked 2000 euró. Jó, de ez akkor mondjuk azt, hogy a dolog egyik felé, és akkor itt most jól lenne, hogyha mondanál egy konkrét, jól behatárolható számot, mert amikor én először mentem Turbo Suzuki Swift-tel, 5 vagy 6 éve Zambelli Ákos által, akkor ő azt mondta, hogy egy nem turbós autó utólagos turbósítása, mire kész lesz, jó lesz, az 1 millió forint. És ez 5-6 éve volt. Uh-huh. És hogy mennyivel más a helyzet most így 5-6 évvel később, és mennyivel más a helyzet egy MX-5-nél? Mert az ugye azért egy valamivel drágább autó, mint egy Swift, bár talán nagyobb az alkatrészpiaca, mint egy Swiftnek. Így van. Szóval, hogy mire ez a szívómotoros autó turbomotoros lesz, most tekintsünk el attól, hogy ezen már volt egy kompresszor, az mennyibe kerül? Egy hónappal később, ha megkérdezem, meg tudom mondani, mert ezután jön egy másik autó, ami gyári szívóból lesz a turbós, az is Kraken rendszer. Itt azért sokat kell segíteni, hogy sokat segített, hogy már ebben van injektor, ebben van motorvezérlő. Tehát az, hogy önmagában, hogy felraksz egy turbót, az semmire nem jó, mert nincs benne szélessávú lambdaszonda, nincs benne egy olyan komputer, ami tudja is értelmezni a szélessávú lambdaszondát, nincs benne egy nagyobb injektor, nincs leprogramozva, az se 2 forint, nincsen lekábelezve ez. Hát, most nem akarok hülyeséget mondani, de én azt mondom, hogy ha mindenből minőségit veszel, mint például ilyenek, egy normális turbót, szerintem másfél millió forintból
ha te rakod össze, akkor már túl is, de túl sokat mondtam. Tehát 1,5 millió forint egy szívó autó, szívó MX-5 turbosítása úgy, hogy mindent te csinálsz. Én azt mondom, hogy igen. Annyiban, hogy persze lehet venni kínai 50 000 forintos turbót, ez a turbó, ez közel 300 000 forint. És ettől még van, ez még az a belépő szint, ettől csak drágábbak vannak. És ez egy golyós csapágyos turbó? Igen, ez egy golyós csapágyos turbó. Ez egy Pulsar GTX Gen 2-es 2860-as. Ez olyan, mint a Garrettnek a 2860-asa, annyiban jobb a Pulsar. Most vitatkozhatunk, hogy Garrett vagy Pulsar, hogy ezt igazából ez egy kínai turbó, de azért közel sem az a minőség, mint a... erre is elképesztő garancia van. Kínában is azon múlik a dolog, hogy kiáll a sor végén, mint quality control. Így van, és a másik dolog, ami jó, hogy ezt a turbót Amerikában rendszeresen használják, és nagyon dicsérik. Egy baj van vele, hogy a kompresszorház geometriájának köszönhetően elvileg 20%-a gyorsabban tölt, mint a testvére a Garrett, csak ezzel az a baj, hogy emiatt van egy ilyen fütyülő hangja. Tehát ezzel nem tudsz sleeper módba menni, hanem tehát, menet hogyha kulturáltan közben, fix tempóval terhelés nélkül mész vele, akkor is sípol. Akkor ne, de hallottad a versenyautót, hogy amikor leállt, akkor még ilyen, mint egy ilyen fütyülős, igen. Igen, ahogy lelassult a kerék. Így van. De egyébként ez kerámia, golyós csapágyas. Igazából ez egy vallás. Nekem volt Garrettem, és nagyon meg voltam elégedve. Láttam felrobbant 1000 kilométert futott Garrettet is. Rengeteg info van arról, hogy ebből is már robbant fel turbó. Ezer dolog miatt lehet koszos rendszer, rosszul van kiegyensúlyozva. Ez benne van. Épített autóban benne van. Na, akkor visszatérve még annyi. Ja igen, azt, hogy kell hozzá normális inték. Ezt már a akciós ár felett, ezt már ajándékba adta a Kraken. Egyébként ez a program, ez a Remernek a testvér saját márkája. Csak a Remer az ilyen hülye szivacsos, ez meg ilyen száraz szűrő. Egy időben mindig olajos szűrőt használtam, és megmondtam azt, hogy folytok pepecselést, és átálltam száraz szűrőre, és főleg amennyit megyek vele, amennyit a versenyautó, meg amennyit a srác fog vele menni, tehát azért is ilyen 5000 kilométerenkénti takarítás mondják. És igen, még annyit változtattunk rajta, hogy ez egy Garrett aktuátor, ami a nyomás szabályzást vezérli, ez azért, mert a Pulsarhoz kapható aktuálától egy picit később nyit, meg tapasztalat szerint nehezebb beállítani, azt mindjárt majd mesélem, hogy az hogy működik, vagy az asztalnál. Na igen, és akkor annyi történik az egész, hogy megbontod felrakod a turbót, szépen felcsavarozol rá mindent, beforgatod, tehát az, hogy arra clockingolod a turbót, hogy szépen be tud rakni a csövezést, összerakod, és akkor jön az olajcsövezés, meg a vízcsövezés, mert ez vízolajos hűtő. Nem kötelező bekötni a vizet, amúgy. Akkor egyszerűen úgy hagyod, és akkor nem lesz hűtve a víz. Nem lesz hűtve vízzel az olaj, a turbó. Sőt, a Garrettnek van a GTC, vagy GC, nem tudom, GC, és legközelebbi GC turbót fogunk felrakni, annak csak olajbetápja van, mert nem kell hűteni. Az is olyan jól működik, de úgy vagyok vele, hogy ha már van lehetőség, akkor hűtsük. Hűtsük a turbót vízzel, vagy melegítsük a motort a turbó vízére. Mert azért valljuk be, hogy itt azért van hőfok, ezért is látszik, hogy gyártottam hozzá egy ilyen hővédőlemezes pajzsot. Ezt minden autódban látom, minden nálad készített autónál visszatérő elem. Mert hogy itt van a műanyag fék folyadéktartály, és már láttam ezt elolvadni pályán, és azért az nem vicces. Nem, határozottan nem. Már csak azért sem, mert hogy a fék folyadék tönkreteszi a fényezést, meg az is tönkreteszi a fényezést, ha nincsen féked. Azért belekúrod a gumiágyba. Igen, igen. Na és akkor itt van, úgy néz ki, hogy amit láttad, alul van itt van a nagynyomású betáp, ez olyan olajkörbe kell berakni a motorba, amibe ott nyomás van. Hol van nyomás? Leginkább 1000 helye van a motornak, de melyik a legegyszerűbb, ahol a olajnyomás gomba van. Itt egy olajgomba az olajnyomás jelzőnek. Amit beszéltünk neked, amikor legutóbb csináltuk, hogy ez csak egy kapcsoló. Itt van betekered a motorba, megjön az olajnyomás, itt alapvetően egy testet ad, amikor nincs olajnyomás. És akkor a mutató beáll közép, lefekszik. És amikor, vagy pontosabban nem, hanem az van, hogy akkor a testet, amikor megjön a nyomás, és akkor beáll középre, vagy elalszik a lámpa.
Igen. Igen. Na, és akkor ez egy 1.8 MPT, láthatóan, ahogy mutattam, hogy egy kicsit kupos. És akkor ehhez ad a turboszett gyártól egy ilyen kis TL-osztót, nevezhető, ez bemegy a helyére, erre rámegy az olajnyomás gomba. Azon a ponton veszed az olajnyomást a motorból, ahol a digitális műszernek a szenzora van. Így van, és erre meg így bejön ez a kis valami. És mutasd rá, hogy bejön rá, kérlek a kamerának. Itt van, hogy erre meg így be tudod tekerni, így szépen. Így ez így bejön, és akkor itt van egy ilyen úgynevezett, mindjárt mutatom, egy ilyen AM fittinges valami, azt meg így rátekered. És akkor innentől megy a fémházas cső. Az meg ilyen, ez meg ilyen roppantott gyűrűs, szerelhető cső. Mint egy biciklifék. Így van, és akkor onnantól mész be. És akkor itt vannak a turbóban, meg ezerféle megoldás van ilyen. Ez ilyen nagy, meg itt látható elég pici. Uh-huh. Ez valami redukció? Redukció, igen, mert hogy a turbóban nem szabad sok olyat, egyszerre sok olajat menni. Például korábban volt egy autó, és srác ezzel rakta össze, és nagyon füstölt az autó, és konkrétan így... Elárasztotta a turbót olajjal? Vagy? Hogy is mondjam, fura volt, mert vadul volt a turbó, és én arra tippelek, hogy nem tudom, hogy annyira sok olaj ment be olyan nyomásra, hogy a csapágyaknál járt szivárgott, hogy a francia uh-huh. tudja, mi lehet. És azt külön mondják, hogy igazából nem egy bonyolult dolog, a legegyszerűbb az, hogy megveszed a készletet, mert ez egy dobozba jön, megveszed a készletet, és abban benne van, hogy megmondod, milyen turbóhoz kell, és a Garrettnek vagy a Pulzának meg van mondva, hogy nem tudom, ez 4 tized milliméteres furat, és akkor ez le van szűkítve, szevasz. Na és akkor hogyan működik az, hogy a visszafolyó? A visszafolyó az láthatóan jó vastag cső volt, ott már nincs nyomás. Uh-huh. És vagy az van, hogy mondjuk, hogy kiveszik a turbót, vagy a motort, és leveszik a teknőt, vagy van a paraszt megoldás, hogy fogsz egy ilyen szép nagy furót, ráraksz egy ilyen csövet, és tudod, hogy ennyit fogsz befúrni. És ez azért van, hogy a csapánynak ne menjél már neki, amikor furod. Tehát amikor átszakad, akkor... Ne fúrj bele a főtengely csapágyba, vagy a hajtórúd csapágyba. Vagy a, nem tudom, vagy a... Vagy bármiben, nagyon drága. És utána ez kész van. Akkor itt van egy ilyen menetes, ez egy úgynevezett 3/4-es 16-os UNF, és akkor ehhez is ad a készletbe egy ilyen betekerhetőt. Na és de akkor... De Gyuri, hát hogyha én megfúrom az olajteknőt, oké, hogy nincs benne olaj, nem lesz azon belül fémspén? Dehogy nem, milyen lenne, hát úgy de működik... De motoron belül nem jó a fémspén, Gyuri? Így van, nem jó. Na, és úgy néz ki, hogy ez egyébként ennek az a technikája, és én is egyébként szkeptikus voltam, és én ki akartam menni a motort. De mielőtt... Nem elég levenni csak az olajteknőt? Ahhoz meg kell menni a motort, mert nem tudod levenni... Akkor meg már ki is veheted. Nem tudod levenni a... Nem, de lehet venni a megemeled egy picit a motort, de mi, hogy ez pasztás még, kurva, tehát nagyon nehéz felrakni szépen. Uh-huh. És úgy működik, hogy az amerikai, az SPS Motorsport az egyik leghíresebb német MX-5 tuningoló cég, ami mentem SPS ND-vel, az nagyon súlyos dolog. Na, ami tüvös autókat gyárt, ők is így csinálják. Úgy működik, hogy megfogod, bezsírozod csapágyzsírra a furófejet, lepontozod a helyét, hova fogod fúrni, és nagyon alacsony fordulattal fúrod, és közben porszívózod. A felesleges a spént azt megfogja a zsír, időnként letakarított. Ezt hogy csináltad ezt eddig? Ez volt az első. És beindult azóta ez a motor? Persze, azóta ment az autó, és akkor mindjárt mondom, hogy működik tovább. Tehát szépen ha átfurtod, akkor szépen kiporszívózod, így nem engeded le az olajat. Előtte furás előtt, mert olyan ponton furod, ahol az olajszint fölött vagy. Igen. És szépen akkora lyuk, hogy be tudsz nyúlni, körbe törölni, meg féktisztítóval kitűz, és szépen leenged az olajat. És utána itt van befúrod, és akkor teflonnal betekered, és kész a visszafolyó. És akkor előjön a kérdés, hogy mi van akkor, ha... Hát ez volt a spén, mert olyan nincs, hogy nem kerül be spén. Akkor mindjárt mutattam, hogy hogy néz ki ez. Megtalálom. Aha, itt van. Itt egy olajfelvevő pipa. Pickup. Itt a pickup. Ezek szoktak eldugulni és csapágyassá tenni az autót. Bizonyos modern... Mondjuk például a Kia Hyundai-nak volt a 2-2 CRD-je, azok ezek dugultak el. Na, már ez alapból megfogja a spént. És meg tudja fogni a spént. Az alumínium
az nem mágnesezhető, tehát hogyha mágneses olajleeresztőt raksz bele, az nem sokat ér. De legutóbb szedtem szét egy motort, amikor építettem az én versenyautomat, volt egy ilyen elég hosszú alumínium szilánk ide beszúrulva, és azt itt elkezdtem keresni, hogy honnan jöhetett, és egy autószerű ismerősnek mutattam, és azt mondta, hogy egyértelműen a hengerfej sorja. Mert megnézed, hogy lemunkálják a hengerfejet, de ha belnézel mondjuk egy ilyennek a hengerfejébe, ott, ahol nem kell síkra csiszolni, síkra esztergáltatni, vagy nem fut semmilyen extra, ott hagyják az öntési hibát, és azok le tudnak töredezni. És akkor kérdeztem, mi, hogyha beszívja a motor. És az az info volt arról, hogy az acélolaj pumpa, az olajpumpa megdarálja. Az olyan szinten megdarálja, a motor meg simán eldolgozza. Uh-huh. És utána érdeklődtem az SPS-t, meg minden, és azt mondták, hogy a 60. autót itt csinálják, hogy felemelik, kifúrják, megy és mennek. Úgyhogy most én hiszek az okosabbaknak és azoknak, akik ebből élnek. Úgyhogy ezt most így csináltuk, azóta már járt az autó több mint 2 órát, már kicsit mászkáltam el az udvaron, gyönyörű hangja van, megy, olajnyomás van. Azt azért ajánlom, hogyha valaki megcsinálja ezt a beépítést, először vegye le a pipákat, a gyertyapipákat, és ne kösse be a olaj, betápot a turbóba, és rakja be egy ilyen üvegbe, és addig indítózom, amíg megjelenik az olajnyomás. Mert nem volt már egyszer olyan példa, hogy úgy lett az egyik barátom turbója csapágyas, hogy el volt dugulva a gyártás alatt, eldugult a cső egy valami szeméttel, és nem volt olajbetáp, ő meg azt hitte van. És az első egy kicsit ment vele az autóval, és szépen ledarálta a csapányokat a turbó. Igazából ez csak egy ilyen javaslat, hogyha otthon... Látok ott valami izgalmas alkatrészt, ami eddig még nem került elő a kis szeánszaink során. Egy injektort. Ja, igen. Ugye sok levegőnk már van, csak ahhoz kéne sok benzin is. Igen, ez RX-8, egy... vagy pedig valami más? Ebben nem tudom, milyen injektor van. A egyik legegyszerűbb az RX-8 sárga, ami 480-as. Gyárilag a 480 az olyan 480 köbcentiméteres, igen. Tehát 480 köbcenti per perc? Úgy tudom, igen. Ez perc. A szállítási kapacitás, van, hogy igen. Mennyi üzemanyagot tud áttolni. Így van, és az a lényege, hogy ez egy MB-be való, tehát abban a motorba való, a facelift előttibe, ez 240-es. A lila, ami a VVT-ben, az 260 köbcentiméteres. Ezek a gyári. Gyári. Ezek gyári színkódok. Így van. Egy alapvető kompresszorosítása, vagy egy lóbusztos turbósítása, ami azt jelenti, hogy félbe áll 6/10, az arra elég egy 480-as sárga RX-8. Rengeteg RX-8-ot bontanak bizonyos okokból, elég sok injektor van benne, nem tudom, talán 8. Hengerenként? Rotoronként 3? Igen, elég sok van benne, hát okkal vannak ilyen 20 literes fogyasztásai. És ez még a kisebbik autó, van benne egy másik fajta, ami nem a sárga, hanem valami más színű. Igen, mert mind a kettő egy 1.3-as kéttárcsás motor, de hogy két teljesítmény szinten készült, és gondolom a különbséget a többet az üzemanyagrendszer is hozzá. Rengeteg bontott RX-8, az így, hát ilyen belépő szinten az jó, de cikkszám alapján nagyon jó Bosch injektorokat lehet venni. Nem tudom, egy 700-as köbcentiméter vadú újonnan, nem tudom, darabja 15.000 forint. És kb. Ugyanígy néz ki, annyi, hogy van egy úgynevezett távtartó, az itt van, ez 3D nyomtatott távtartó van a injektor. És ez ugye még egy szívócsőbefecskendezéses motor, így van, és nem, ez nem közvetlen befecskendezés. Van a híd, van a üzemanyaghíd, ennek van 3 távtartója, és ugye a Bosch, amit lehet venni, ez picit magasabb, ezért a távtartó is magasabb, a gyári az picit, 1-2 mm alacsonyabb. Úgyhogy ennyi. És akkor már injektort cserélünk, és akarunk boostot, akkor meg már benzinpumpát is kell cserélni. Nehogy elszegényedjem. Ja, ez a benzinpumpa, ez ebből jött ki. Ez mindennek az alapja, ez a kis pici henger. Van egy gyárilag egy szép kis ilyen szűrő, és úgy néz ki, hogy ebbe Valbro pumpa van, ami most már SciTech, mert a Valbrót megvette a SciTech. Amikor megvettem a Valbrót és megjött a SciTech, akkor pislogtam, hogy most akkor mi ez, és akkor utána néztem, kiderült, hogy ez a SciTech megvette a Valbrót. 550-es van benne, azért kell bele egy nagyobb pumpa, egy kovácsolt motorba, mert magas fordulaton el tud szegényíteni már az autó. A turbomotornál az elszegényedés, turbos benzinmotornál az elszegényedés, az ugye melegedéssel jár, de olyan szintűvel, hogy a dugattyúk megolvadhatnak. Hát igen, tehát hogy azért
Bizonyos teljesítmény szint felett az üzemanyag többlet az hűt. Már a párolgó üzemanyag az ugye hőt vonal. Igen, meg a teljesítmény az levegő és üzemanyag keverékéből jön, és hogyha van elég sok levegő, és ha megtöltesz egy bárral egy motort, akkor ott már van levegő, akkor ott már azért kell üzemanyag is. Igen. És úgy néz ki, hogy igen, és van egy ilyen szabály, hogy igazából mennyi az AFR értéknek mennyinek kell lenni töltésnél. Valaki lambdát mond, valaki AFR-t, lambda az tehát 0,8-0,75 nagy sebességnél, nagy fordulaton. A 0,75 az szerintem egy kicsit dús, de ez is embere válogatja. AFR meg 12,5-12,1. És hogyha azt lehet látni, hogy gyengül, vagy az injektor gyengül, vagy a pumpa, azonnan tudod, hogy magas fordulaton kezd elmászni. Hiába nyitod rá az injektort, nem jön bele nafta, meg kevés jön, és emiatt szépen elkezd magas fordulaton elkezd emelkedni az AFR. Tehát azt jelenti, hogy kezd szegényedni az autó. Igen, ám. Visszatérve még a szítácsára, mert azt elfelejtettük folytatni azt a elméletet. Na, ez a gyári szítács, ugye? Itt néz ki a gyári szítács, jó nehéz. Van benne egy szép gumiharang, ennek az a feladata, hogy a főtengely rezgéseket, ehhez ellenrezgéseket csináljon, hogy nehez legyen, hogy itt csapágyas legyen a főtengely. Van a Fluid Dumper nevezeti MX csoda, 270 000 forint egy olyan szítása. Én, amikor megkeresnek srácok, hogy jó, vegyenek egy ilyet, hát mondom, figyelj, vegyél. Vegyél, nyugodtan. Vegyél annyiért egy szítácsát, mint egy turbó, de mondom, nagyon sok MX-öt megy a világba gyári szítácsával. Ha nem cserélsz benne főtengelyt, akkor ez simán el. Annyi, hogy ne legyen repedezett, ne legyen... Igen, mert ennek a guminak egy csillapító szerepe van. Így van. És hogyha ez a gumi kirepedezik, kikeményedik, akkor ezt a csillapító szerepet nem tudja letni. Itt már kezdem úgy egy kicsit kirepedni. De ez még nem olyan vészes, ez még viszonylag jó állapotú. Képzeld, nekem az előző autóm az olyan volt, hogy úgy járt rajta a szítársa, mint a kacsasegge, berezonált tőle akaszni. Igen. Na, és akkor nézzük itt a jártárcsákat. Ez nem olyan, mint a sündisztő, összesen 4 van rajta, és az ember első 1-2-3-4. Az ember azt gondolná, hogy 0-180, nem tudom, 90-250, de láthatóan nem, hanem el vannak tolva egy picit. Ezt nem is tudod rosszul felrakni, mert itt van benne egy ék, topenden van az első henger, és akkor felrakod, és onnan fogja tudni a motorvezér, hogy mikor, hol áll a motor, és van még a vezérműtengely jeladó, ami itt van, hátul ott is úgy néz ki, hogy a vezérműtengely végén vannak ilyen kis ékek, és akkor ezeket itt számolják, és hogy a szinkronban van a kettő, akkor tudja, hogy mikor kell gyújtani. Na, a gyári, ez tökéletes, beraksz egy ilyen tárcsát, gyári motor, gyári injektorok, minden, és pöcröv beindítja, még olajnyomás sincs, és már jár az autó. Miért néz ki úgy az a most bent lévő jeladó tárcsa, mint egy sündisznó? Azért, mert... Tippem szerint sokkal több jelet vesz. Így van, van egy olyan... Ami mindenre jó, az igazából semmire nem jó, azt szokták mondani, és ez a stand-alone motorvezelők nagy részére is igaz. Nekem is mindig ezt mondják. Igen. Tehát az a lényeg, hogy az a motorvezető az jó V8-ra, Sor 6-ra, V6-ra, háromhengeresre, bármire. A kimenetek számától függ, hogy kötöd. Igen, igazából gyújtás, hengerek, injektor, minden. És az a lényege az egészben, hogy dízelre, benzinesre is jó, hogy... Változható, a firmware-ben változtatható, hogy milyen szítása van rajta, és tudja a gyárit is, a gyári MX-ötét, de a gyártó is azt írja, hogy lehetőleg minél nagyobb felbontású jeltárcsát használjunk hozzá, hogy sokkal pontosabb legyen. A felbontás az itt a mintavételezés gyakorlatilag. Így van. Tehát azt jelenti, hogy az a tárcs úgy néz ki, hogy 36 tüske van rajta, mínusz 2. Ami úgy néz ki, hogy 34 van rajta, kb. Majdnem olyan elosztásban, mint a csak kettő hiányzik. Uh-huh. És onnan tudja, hogy megtörtént egy fordulat, és tudja pontosan, hogy hol jár éppen jelbe. Ez azért kell, mert sokkal, például az, hogy erre a legjobb példa. Amikor időt az autó, akkor alig akad beindulni. Tehát ilyen teket. Hideg idő miatt, vagy? Hát nem tudom, program, ki tudja. Annyi volt, hogy a kompresszor volt rajta, és a kompresszor alapból folytja. És amikor levettük a kompresszort, akkor már szívóüzemben volt,
és nem úgy volt a keverékképzés beállítva neki, meg a mindegy. Átsértem a szítácsát erre, hozzásnyújtam a programhoz, csak beállítottam a programba, hogy már ez a szítács van rajta, és harmadik fordulatra beindult az autó, és gyönyörűen járt. Mert hogy sokkal jobb a tárcsának a felbontása, sokkal jobb a szoftver kezelése ehhez a jeladáshoz. Miért nem ijedtett rá a Mazda? Ja, hát mert gondolom a saját gyári motorvezérlőjével, amit a típushoz fejlesztett, okafogyott. Igen, tehát egy teljesen felesleges túlfejleszteni valamit, hogy valami tökéletesen működik. Hát fogsz egy gyári motorvezérlőt kiveszed az egyik autóból, berakod egy másik motorba, ha immóit is adott hozzá, akkor beindulj bármikor. Te ezt az autót fogod programozni? Mert tudom, hogy az sem állt távol tőled. Hát ahhoz, hogy eljusson a padra, azért muszáj programozni. Utcán egy picit programozunk vele. Le lehetne programozni viszonylag utcán baráti módon, amit azt jelenti, hogy használható akár évekig, de én a padban hiszem, ami ott van. Tehát most szokták mondani, hogy segdino, tudod, 300 lóerős az autón. Érzésre. Érzésre 300 plusz. Nem, mi a mérnökként csak a számoknak hiszünk, vagy azoknak a statisztikának, amiket mi hamisítottunk. Igen, még valami. Igen, és akkor ez a tárcsa, és akkor beszéltük a nyomást, a turbónyomás, igen. Hogy ez láthatóan ez egy mechanikus nyomásszabályzó, ami itt van a turbón. Úgy néz ki, hogy jön a turbó, pörgeti a kifogóház, a turbinaházat, azt megpörgeti a turbinaház itt a középrészen keresztül ugyanaz a tengelyen a kompresszor házban lévő lapátkereket, igen, és itt összesűríti a levegőt, és tolja le a intercoolen keresztül be a szívósorba. Gyerekek, na, így működik a turbó. Ez a turbónak a lényege. Na, és akkor itt van egy ilyen, de valahogy azért szólni kéne a turbónak, hogy légy szíves, álljál meg, mert gondok lesznek. Ezért van egy rajta egy ilyen úgynevezett druklabdának hívják magyarul, tök vicces neve. Vákumlabda. Igen, druklabda, hogy ezért félős labda. És az a lényege, hogy egy bizonyos nyomásra, ami ezt tudja, elkezd kiemelkedni, így tönt. Tehát így ez így mozgatható. Így. Igen. Itt van egy kis csapóajtó. És itt van egy csapóajtó, hogy kinyílik, és elengedi a kifogogást, és ez a gáz az olyan hülye, hogy arra megy, amerre könnyebb. Minek tekerjen egy nehéz kereket, amik nem nehéz, mert nagyon könnyen tekerjen. Turbina kereket, hogyha elmehet a szabad levegőbe, mint a madár. Na, és akkor ez a típus szám alapján, ez félbáros. De azért nem mindegy, hogy. Mert mint látható, ez állítható, ami azt jelenti, hogy most ez félbára van beállítva, azt úgy állítottam be, hogy erre rádugtam egy nyomásmérőórát, és elkezdtem pumpálni, és úgy állítottam be, hogy félbárnál ez megmozdul. Kell indítani hozzá az autót, nem kell túráztatni, itt a kis pumpát nyomod. Igen, és akkor, de meg is tudom mutatni, hogyha érdekel. És alapvetően úgy állítottam félbe. Úgy tudod egyébként mondjuk egy bárra beállítani fixen, hogy ezt kilazítod, leakasztod ezt erről a kis csapszegről, leakasztod ezt a kis részt, és elkezded befele tekerni. Errefele. És akkor már csak úgy tudod felakasztani, hogy így rá kell feszíteni. Tehát, hogy most itt simán rajta van, de hogyha úgy tudod, hogy így rá kell feszíteni, tehát elő van feszítve, és már félbár nem elég neki, mert a rugó ellen tart, akkor már 6-10, 8-10, 7-10 kell. Annyi biztos, hogy most félbárnál kinyílik ez, használat közben kb. 4-10-nél fog. És miért? Mert én pumpálok valamit, az nem az, amikor egy turbó nyomja a nyomást. Az impulzusokkal jár, viszont egy viszonylag konstans nyomásérték, ha jól tippel. Hát meg nem csak az, hogy nem mindegy, hogy mekkora levegővel. Most pumpálok egy pici pumpát, tehát a nyomás az nem... Tehát azért kell egy légtömeg is, ami kinyitja. És ezért is szokott az lenni, hogy egy kisebb turbó ugyanaz a nyomáson kevesebb teljesítményt tud leadni, mint egy nagyobb turbó, mert a levegő mennyiség sem mindegy. Így van. És nem, mindenki a nyomást kérdezi. Igen, nyomást kérdezi. A 700X lóerős Shelby GT500 az 0,6-tal tölt. Igen. Csak hát ugye akkora az a kompresszor, mint itt a motor. Igen, igen. Tehát ugye azért rohadtul nem mindegy. És igen, és akkor igen, nem csak ez túlfajék egyszerű, hogy egy mechanikus, tehát igen, nem csak ez egy kovácsolt motor, miért mennénk 4 tizeddel tudunk egy bárral is, vagy 9 tizeddel. És ekkor jön be egy új
elektronikus turbonyomás szabályzó, amit a motorvezérlő fog vezérelni. Az úgy néz ki, hogy itt látható ez a kis szépség. Ezt már az egész videó elején akartam kérdezni. Hogy ez micsoda? Igen. Na, ez úgy néz ki, hogy ez egy sima mágnesszelep, egy három portos mágnesszelep. Mint látható, itt levesszük a szívósori nyomást, levesszük, szép kék motorsport. Levesszük a szívósori nyomást, levezetjük ide, és ezen keresztül vezetjük be a nyomásszabályzóba. Ez miért van így? És itt meg egy szabadon van. Igen. Alapvetően úgy szokott lenni az igazi paraszba, vészgét nyomás, belső vészgétes. Szívósori nyomás, ide bevezetjük. Vagy már közvetlen itt van egy lyuk a turbón, és egyből ide be van kötve. A legtöbb kínai, meg az ilyen alapturbó, az így működik. Na és az úgy néz ki, itt van egy ilyen Apple fejlesztés. Így van, Mac-es. Így van. Na. Igen, dobád. Jó. Ennyi a kis egész. Tehát itt megy be a szívósori nyomás, tehát a turbonyomás, itt megy meg a druklabdába bele. Na és úgy néz ki, hogy ezt belefújok, ez így átmegy. Tehát ha ez nem működik, így hagyom, akkor megvan a vészgét nyomás. Tehát az, amit alapvetően tud a turbónyomás szabályzó. Tehát mechanikailag alapvetően túl van biztosítva. Így van. Nem történhet olyan, hogy túlforog a turbó. Nem tudod túl. Mindenképp megkapja a nyomást, így van. Hogyha nyitni kell. Így meg zárva van. Na és amikor, mi történik akkor, amikor azt mondom, hogy több nyomás lehet, akkor kinyitom ezt a szelepet, és akkor ezt lezárom, tehát a turbó felé semmi, a turbónyomás szabályzó felé semmi nem megy, és elengedjük a nyomást a levegőbe. Tehát itt úgy néz ki, hogy itt az van. Az a levegő, ami a labdába menne és nyitna, az távozik a motortérbe. Na, és ez hogy? És ezt tudod vezérelni a motorvezérlőben. Így van. És alapvetően kétfajta megoldás van. Van a closed loop, meg az open loop. Mind minden egyes motor van. Az alapjáti vezérlőnek is closed loop, open. Az open loop az nagyon egyszerű. Az fordulatszám, gázpedálállás, ugye emlékszem, igen, hogy ennyire nyomom a gázpedál, ekkora fordulat, akkor ez nyíljon ki, vagy nem. Hány százaléka nyíljon ki. És akkor így. A closed loop, de az a baj, hogy ezt tök jól lehet állítani, akár tehát a driftautó 99%-a így megy. A closed loop annyiba jobb, hogy mi van, hogyha padolás után megváltozik a légköri nyomás. Hidegebb lesz a levegő. Magasabbra mész az autó? Igen. Na, a closed loop azt csinálja, hogy ő beállított, hogy 9 tized, akkor bármi történik, az 9 tized. Úgy állítja, hogy ő nézi, a nyomást nézi, és addig basztatja ezt a kis szelepet, ameddig nem lesz meg a 9 tized. Tehát ez mondjuk a Hochalpenstrasszén is 9 tized, meg a kakusrinken is 9 tized. Ezt padon nagyon szépen be lehet állítani. 25 fokban is 9 tized, meg persze, 30 először open loopba be kell állítani a minimális a táblát. Igen, és utána jön a closed loop. És ebbe az a jó, hogy ez ilyen hülye biztos, mert hogyha ez tönkre megy, akkor egy csappantrugó visszarezálja alapállapotba, és bármi semmi történik. Sem megy tönkre a turbó, se a motor. Mert hogy onnantól mindig a vészgét nyomás fogja csinálni. Ezzel az a izé, hogy mindig kérdezi, akkor tudok csinálni izét, szívómotort is? Nem. Azt ezzel a megoldással nem, mert a minimális turbónyomás, amit tudsz adni neki, az a nyomásszabályzónak a minimális nyomása. Tehát ha az félbáros, akkor félbár a minimum. Tudsz szívómotort csinálni nagyjából turbomotorra, hogy a külső vészgét te csinálod, akkor az úgy néz ki, az lenne egyébként a legjobb. Egyszer mondtál nekem egy nagyon kecsegtető dolgot, hogy meg tudnál építeni úgy egy turbomotort, hogy tudja az Euro 4-et. Igen, meg lehetne csinálni, hogy szépen eltakarni, szívóba megy pályázni. Nem, most tekintsünk el a legalizációs részéről. Tehát, hogyha legalizálni tudnád ezt a motort azzal a feltétellel, hogy tudja a gyári kibocsátási normákat, akkor meg tudnád csinálni, hogy tudja a gyári kibocsátási normákat. Persze, hát ugye az SPS motorsportnál, a németeknél az mindegyik úgy megy át vizsgán, azok vizsgázott papíros autók, hogy tudja azt, amit kell. Nem csak amiatt kérdezem, hogy szóba került itt a szívómotor, hogy... Hát ez azért van, mert hogy azért tudja, amit kell, mert van benne egy első katalizátor, egy hátsó katalizátor, akár két szonda. Tehát katalizátor nélkül nem tud megcsinálni. Egyértelmű, persze, de itt a turbósításra gondolok. Ja, igen. Az nagyon megzavarja az értékeket minden irányba. Igen, a külső vészgét az meg úgy néz ki, hogy a turbo előtt van már egy csonk, és a turbóhoz el se jut már kifogógáz időzőjelben, valamennyi eljut, de ott onnantól, hanem ott egy másik külső szerep, az úgy, majdnem úgy néz ki, mint ez, külső szerep nyitogat, és konkrétan ki tudod hagyni a turbót a komplett rendszerből.
De az egy kicsit másabb, tehát már helyen nincs nagyon helyünk, mint látod, azért már így, igen, azért nem olyan egyszerű. Azt nézem, hogy alternatív módon át lett helyezve az ablakmosó tartály is. Igen, ez egy Suzuki Cappuccino Kejkának az ablakmosó tartálya. Egyetlen egy hátránya van, hogy ha már félig van, akkor onnantól nem működik, ugyanis ez egy jobb kormányos autóból való, és itt van a szivattyúja, és ez az autó, meg mint minden autó, erre fele lejt. A Suzuki Cappuccino az 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 autó, amihez képest még az MX-5 is teherautónak tűnik. Így van, igen. Úgyhogy ez igazából nem olyan legjobb megoldás, szerencsére rohadt drága, mert csak Japánból lehet beszerezni, és ha megnézed, ez így errefele lej, de itt a szivattyú. Tehát már félig van a tartály, még van benne... És 3 deci, de nem tudod spriccelni. Igen, és egyébként alapból kicsi. Hát persze, tehát kicsi, hiszen a Cappuccino sem nagy. Igen, úgyhogy ez egy ilyen... Egyébként a legjobb megoldás az, hogy ide beraksz egy Trabant ablakmosó tartályt, itt lehet, van egy csomó helyed, és akkor innentől kezdve működik az egész. Aztán vannak ezek a PCV-szelepes játszadozások, a kartelgáz elvezetés, visszavezetés. Na normális esetben például a papíros turbós MX-5 a németeknél úgy működik, hogy itt van ez a lefújó, mert lefújó kell egy turbósba, az úgy működik, hogy az ide be van vezetve egy cső, és be van vezetve ide a turbó elé. Visszanyomja a szív oldalba. Így van, egyrészt, hogy nem lesz hangos. És ott úgy működik, hogy ott visszavezetik a kartelgáz vízbe. Mert úgy néz ki gyárilag, hogy itt nem egy ilyen kis szuszogó van, hanem az be van vezetve a turbó elé. Na most a turbó megkapja az olajat onnan, honnan kell. Én nem akarnám turbó az olaja, mert itt azért olajpárás. Tehát azért... Hát az igazán elegáns megoldás, ha jól tippelek, akkor egy lecsapató tartály. Igen, mint itt látható, ezen az oldalon lecsapató van, hogy itt van a PCV-szelep, az egy gyári PCV-szelep, szépen bemegy a lecsapatóba, itt lecsapódik az olaj, és a levegő az meg visszamegy a szívósorba. Ez így, és itt is meg lehet oldani lecsapatóval, hogy szépen ide raksz egy ilyen kis tartályt, az ide bemegy, visszamegy ide, visszavezeted a turbo elé, vagy egyszerűen az már a levegőbe megy. És ha mondjuk már kicsit kopott a motorod, akkor szépen itt ezen, szépen csepegeg az olaj kifele a... Az jó, ha leömlőre csöpögő olaj, az mindig nagyon jó dolog. Igen, jó? Az... Ez alkalmanként így világít, így szép vörösen, az kéri magára az olajat. Igen, egyébként ez a turbó, amikor kidolgozza magát, akkor szépen pirosan ízik amúgy. Ezért is kell a hővédőlemez. Igen. Te tudod, még egy lecsapatót azért igényel a rendszer. Igen, ezek a motor fel lett újítva teljesen, tehát ez nem engedi az olajat, mint a versenyautóban is már, nem tudom, több pályanap után nem csontszáraz ez. Uh-huh. De egyébként az lenne tényleg legjobb, hogy érde egy lecsapatót. Úgyhogy együtt a nyomásszabályzásról, és itt az a terv, hogy kapcsolható program lenne az kapcsolható a program. Nem lesz úgy nálam, hogy fokozatos, hanem igen, nem. Lesz egy sima félbáros program, meg lesz egy 9/10-es program, félbáros program, ezzel a motorról lesz, nem tudom, olyan 240 lóerő, úgy meg ilyen 310-320. Azért így egy tonna környékén az egy túlélhető érték. Viszont és lassan elfogy a film. Igen. És még annyit azért még, hogy kompresszorral miért jobb a turbo is? Miért? Hát a turbo az veszteségből csinál neked erőt, a kompresszor az erőből csinál még több erőt. Igen, és az a baj, hogy ez a korábbi autó, ez egy nagy kompresszor volt, kovácsolt motorra. 2800-310 Nm-t tudott. Ó. Teherautó. Tehát konkrétan egy teherautó. Beteszed harmadikban nap elején. Na igen ám, csak az a helyzet, hogy akármennyire megprogramozták, megette az életét a tulajnak, és ekkora, tehát egy ilyen autónál, ami telibe lett fényezve, szénné van építve, nem számít. De amikor igazából csak krúzolsz az autópálya, nem akarsz 16 litert, 12 litert fogyasztani. Tehát a turbóban az a jó, hogyha vákum üzemmódba mész, tehát 5-be 120 autópályán 40 kpa-val, az azt jelenti, hogy vákumba mész, nem tölt a turbó. Szívó üzembe mész. Nekem ez volt a legmeglepőbb, amikor egyszer kölcsön adtad még egy sokkal ezelőtti autódat, jártam vele 3 napot, és hogy az országúti fogyasztásaim azok ilyen 7-8 literek voltak a 240 lóerővel, vagy 230-al. Igen, mert hogy amikor az ember csak, tehát egy versenyautót padon nagy teljesítménnyel programoznak. Padlógáz, és tehát VOT-be, tehát Wide Open Throttle. De amikor utcára mész, muszáj leprogramozni középtartományon, amikor olyan, amikor félgázzal mész, autópályán mész, és akkor sokszor, tehát autópályaüzemmódban az autók nagy része szegény nyitva megy. Tehát azt jelenti, hogy
1,1-1,2-es lambdával, vagy ha azt mondjuk 15,5-ös AFR-rel, szegény üzembe megy, mert nem, nincs rá szüksége. Nem, nincs nagy terhelés, nem kell hűteni a hengerfejet. A motor nincsen meg. Hát nézd, azért oka van annak, hogy a modern belső égésű korszaknak a vége az a kis turbomotorok korszaka. Mert egész egyszerűen, hogyha a turbomotort napi használ, tehát hogyha nem a teljesítmény, az elérhető maximális teljesítmény a lényeg, hanem a hatékonyság, tehát hogy az üzemállapotoknak a 60%-ában jól jöjjön ki az erő, meg alacsony legyen a fogyasztás, akkor az a turbomotor fogja tudni. Tehát igen, ez így van, csak azzal bejöttek még olyan dolgokat, azért az Euro 6-ot nem olyan egyszerű megcsinálni. Hát. És ott a közvetlen befecskendezés, az összes ilyen. Igen, de nyilvánvaló, de ettől az alapelv még alapelv. Tehát beülsz egy 1000-es Fábiába, beállsz vele 100-ra az országúton tempomattal, és tankolni fogsz 3,7 litert. Igen. Amit nem tudsz megcsinálni szívó motorral, nem, sehogy. Nem. Azt nem tudod sajnos. Tehát így a feleségemnek egy szívó 160 lovas Mazdája van, imádjuk, mert széné lehet pörgetni. A tankolást annyira nem szereti már, mert az azért zabál. Két program készült, itt látszik a nyomaték, ez a nagy program, a fekete, a kis program meg a piros. Úgy kell nézni ezt, hogy egy picit hullámosnak tűnik, de azért, mert nincsen kisimázva a grafikon, de mindegy, az a lényeg az, hogy mind a kettőnél közel 300 lóerő van, a nagy programban 302, 285 a kis programon. Azért, mert itt a kb. 6000-nél elkezd elszállni a nyomás, mert hogy a vészgétnek az ablaka túl kicsi, hiába másfélszer akkorára portoltuk, de a turbo utáni rész az olyan nagy, hogy a gyár így küldte a rendszer, hogy nem tudjuk folytani a turbót. Ezért egy bizonyos fordulat fölött elszáll a golyoscsapágyas, kerámiai golyoscsapágyas turbo az ilyen. Ezért az lett megoldva, a srácok úgy programozták be, hogy a kis program egy tök jó utcai vezethető, szépen egyenletes nyomaték görgét kap, azt jelenti, hogy gyári fogyasztása lesz az autópályán, meg néha azért el lehet neki nyomni. A nagy programon már 3000 után azonnal megkapja a maximális nyomást, ilyen kb. 9/10, és végig nagyjából tartja a nyomatékot, ilyen 340 fölött körülbelül, és a végén megeszte 302 lóerő. Feri, a tulajdonos 300 lóerőt szeretett volna, akkor ezt elértük, úgyhogy mindenki boldog. A kocsi kibírta. Úgyhogy használj egészséggel tulajdonképpen. A show az zseni, csak tényleg ezzel az autóval már igazából nem akarsz együtt élni. Igen, a Tula is télen hozta ide. Nem csodálom, Győrből. Győrből. És lábon megy haza, mert hogy vezetni akarja picit. De mondta is, hogy több mint valószínű, hogy ez egy trailer show tovább fog alakulni. Hát azt mondtad, hogy leugrik róla a rendszám. Igen, a rendszám leugrik róla. Majdnem sikerült ezt elérnünk az előbb. 14 rendőr állt a körforgalomba. Úgyhogy előtte kifordultunk a keresztezésből, meglőttük, fütyült, zenélt mindent az autó, aztán megláttuk a rendőrt messzi, jó, vissza. Ilyen rendes emberek meg nem voltunk. Igen. Mosolyogtunk. Igen, hú, basszus, zseniális ez az autó amúgy, és tényleg azt kezdem érzékelni, hogy kicsi a kormány, azért elfér a lábam. Ami a sajátomban egy probléma, abban a buszkormány van benne, nem vagyok hajlandó sportkormányozni. Aztán versenybetétek vannak benne, amik visítanak. Elképesztő. Jó, ki fekete felnék vannak rajta, de nagyon durván porolnak. Igen, meg olyan kerékdőléssel megyünk, hogy én ezzel nem akarnék vízbe menni. Tehát ezzel a kerékdőléssel, hát basszus, két ujj nyír le a kerékből. Igen, akkor... de amikor betapad a kanyarba a slick, akkor lesz jó az a dőlés. Tehát így pont ez a lényege, hogy ez nem stance, tehát szerintem olyan kettő... Arra itt a pályamat itt. Tudom, nem az a gondolatom. Domony. Igen, tehát... Szerintem közel három elől, kettő fél hátul. Basz meg, de nem fogy el! Ez nagyon nem fogy el! Ugye az utcai erős turbomotoroknál viszonylag gyakran van az, hogy elkened, és olyan 5000 környékén elkezd beesni a nyomaték. Nyilván már nem tud annyit szállítani a turbó, amennyit ott a motor megenne, itt nem. Itt az van, hogy azért készült ilyen későn az autó, mert már kész van kb. 2 hete, darabokra kellett szedni a rendszer, ugyanis olyan
olyan gyorsan betölt az autó, és olyan jó az egésznek a flow-ja, tehát nincs semmilyen szinten folytva a kifogó, de közben nem hangos, hogy 4000-nél nem tudtunk kevesebbet tölteni, mint másfél bár, bármit csináltunk. Volt az, hogy a padon kiakasztottuk egy dróttal a vészgétet, és 5000-nél másfél bár betöltött az autó, tehát az meg botrány, azt nem szabad. Vezethetetlen. Úgyhogy azt kellett, hogy darabokra kellett szedni a turbót, levenni a turbinaházat, és ki kellett portolni a vészgétet, amivel éltük azt, hogy viszonylag megvan a lukvérc, mert rövid. Várjál, hol van a lüki a hatosnak? Ja, jó. Most. Tudod, én a csóró ötös váltós geng tagja vagyok. És még rövid váltó. Na ez sem komfortos, tehát ez nem ez a váltó. Tehát ide, igen, ez esetben, ahogy a féket. Jaj, a fék, igen. Jó, de most egy kicsit olyan, mint hogyha két vén ember itt nyökök, de hogy mi ja, autója van. Kész. Megnézzük azt a nagy programot? Persze. Amit az ülésfűtés kapcsolójával kapcsolsz, és azt mondod, hogy ez alul ad neki többet. Jézus! Ah, nem. Ilyet nem kell játszani. 350 Nm volt. Tehát 350 Nm. Igen. Egy NX5-ben. Igen. Durván kicsivel több, mint kétszerese. Több, mint kétszerese, mert az 1.8 aztán ilyen 170-et, 160-at adott. Igen. És ez stabilan tudja a kocsi. Most érted, már azért mentünk vele sokat, 90-es az olaj. 90 fokos a víz, igen. Hát így elképesztő, hogy a Kovács volt, ahogy beszéltük a videó elején. Most, hogy ez az autó így kész, ebben az állapotában, tudsz mondani hozzávetőleges összeget? Hogy tudom, hogy már eleve egy épített autóból indultál ki, de hogy mi borult ebbe bele? Pont a héten számoltam össze egy sásznak, mert szerette gyorsulni az MX-öttel. Ez egy nagyon furcsa gondolat. Igen, én mondtam is neki, hogy szerintem nem jó autó. Választottam mindegy, jó? Hát figyelj, kovácsolt cuccok nélkül, ami most benne van az autóban, injektor, turbo, minden együtt kb. Csak az anyagköltség, az 1.2 millió. Erre az találsz szerelőt, aki emberi áron berakja neked minőségileg, tehát így, hogy de ebben nincs még olajhűtő, meg semmi. Kovácsolt cuccok, az plusz még durván 500 000 forint. Lehet olcsóban, hogyha csak a kart kovácsolod meg, úgy csak vágyakkal. Dugók most már nagyon drágák, tehát azt jelenti, kovácsolt dugók az 400 000 forint alatt nincs, a 4 darab, de az már nagyon nem utcára való. Tehát az ebben csak idézőjelben a karok kovácsoltak csapágyakkal, verseny, ACL csapágyakkal, úgy emlékszem. Ez ugye egy bárt kibír. Most egy báron tudsz VVT 350 Nm-t, szerintem több, mint elég. Talán így is mondhatjuk. Szerintem olyan 2 millióból ez az autó. Oda viszed valakihez, és minőségi cuccokat berakja, akkor ez az autó. Amit te csináltál. Tehát ebben nincs benne a Lotus ülés, ebben nincs benne a kocső. Nincs benne az, hogy újra fényezték erre a szép színre. Nem, ez a kocsi. Ez az, amit te csináltál. Na, kommentelőn figyeljetek, ez a kocsi legalább 8 millióban van. 8 millióban? És jöhetnek azt, hogy... Jézus, hogy 20 éves! Japán szar! Nem, ez egy 8 millió. Az úristen itt, 8 millió forint.